szendvicsigél, páratlan szendvicsigél. Hangulatos dallamokkal kezdődött Orbán Viktor bajai látogatása, hiszen a Bajai Fiatalok Színháza nyitotta a rendezvényt. Ezt követően Tarján Levente, a Szent László Általános Művelődési Központ nyugalmazott igazgatója, Bajaváros díszpolgára szólt, majd Zsigó Róbert beszéde következett, amelyben ismét bajnaizás, hajdúbétezés volt a téma annak ellenére, hogy Zsigó Róbert nem is olyan rég pert vesztett Bajnai Gordonnal szemben. A törvényszék ugyanis kimondta, hogy Zsigó Róbert köteles 300 000 forint pénzbírságot fizetni, illetve nyilvánosan bocsánatot kérni Bajnai Gordontól a Magyar Nemzetben, a Hír TV-n és az Echo TV-n és azok internetes portáljain, ugyanis több esetben is valótlanságokat állított. Mivel van még dolgunk elég, folytatni szeretnénk a megkezdett munkát. Úgy vagyunk ezzel, hogy túl sok erőt, energiát, munkát áldoztuk mi mindannyian arra, hogy rendbe tegyük közös dolgainkat. Ahhoz, hogy most újra veszni, ne hagyjuk, hogy most újra ezt veszni hagyjuk. Én mindent megteszek, hogy megvédjük közösen elért eredményeinket, és tovább tudjuk folytatni a város, a térség fejlesztését. Nem fogom hagyni, hogy önös, pártpolitikai érdekből tönkretegyék azt, amit mi közösen elértünk. Márpedig vannak, akik erre készülnek. Titokban, a háttérbe húzódva, maguk előtt egy hölgyet reklámozva arra készülnek, hogy visszatérjenek a hatalomba, és újra az ő érdekeik szerint alakuljon a város, a térség ügyei. Számukra nem a közös, hanem az egyéni érdek a fontos. Megtapasztalhattuk már tavaly ősz óta, hogy gátlástalanok és sunyik, mindent kockára tesznek saját érdekeik érdekében. Innen üzenjük nekik, átlátunk a szitán, felismerjük a hölgy mögött álló régi szocialistákat, és nem hagyjuk, hogy közösen elért eredményeinket semmibe vegyék, tönkretegyék. Sem az országgyűlési, sem az önkormányzati választáson nem hagyjuk, hogy visszatérjen a múlt Baja városába. Azt üzennük Bajnai Gordonnak, hogy ez nem az ő városa, hanem a mi közös otthonunk. Azt üzenjük Bajnai Gordonnak, hogy előbb adjon számot a hajdúbét ügyben tönkretett családoktól elvett pénzekről, tönkretett életekről, és ha ezek után még van lehetősége szabadon nyilatkozni, utána oktasson ki minket tisztességből és becsületből, addig ne. Zsigó Róbert politikai beszéde után a Szeremlei Néptánc Együttes rövid műsora következett, majd Magyarország miniszterelnöke Orbán Viktor lépett a színpadra. Amikor ide készülődtem, sokan megkérdezték, hogy miért jövök én Bajára. És ez nem is olyan egyszerű kérdés, tisztelt hölgyeim és uraim, hiszen néztem a számokat, és azt láttam, hogy önök 2010-ben 62%-nyian szavaztak Zsigó Róbertre már az első körben. És az úgy van, hogy az ember általában oda megy, ahol szükség van rá. Ahol a dolgok jól mennek, ott az emberre kevésbé van szükség, legalábbis az én szakmámban ez már csak így van. De történt valami tavaly, ami azért megakadt az én emlékezetemben, és láttam, hogy Baja egy olyan várossá vált, ahol nem elég egyszer nyerni. Itt kétszer is nyerni kell ahhoz, hogy a népakarat érvényesülhessen, és úgy láttam, hogy itt az ellenfél bizony megmutatta az oroszlán körmeit. Nem voltak azok valami szép körmök, tisztelt hölgyeim és uraim. Olyasmit láthattunk itt, amihez igazából nincsen kedvünk, és erre semmi szüksége ennek az országnak. És azt gondoltam, hogy ha valahol, hát akkor itt Baján kell megmutatni, hogy ezt nem lehet. Tisztelt hölgyeim és uraim, azért is jöttem örömmel, mert azt gondoltam, hogy megköszönöm önöknek, hogy Zsigó Róbertet az elmúlt években oly sokszor támogatták, négyszer egymás után is bizalmat adtak neki, ami nagy dolog, mert a bizalmat megszerezni sem könnyű, sőt igen nehéz, de megtartani még nehezebb. Úgyhogy én hálás szívvel köszönöm, hogy egy Schneidig, erőteljes, bátor és okos parlamenti képviselővel dolgozhattam együtt Zsigó Róbert személyében, és önök voltak olyan kedvesek újra és újra bizalmat szavazni nekik. Nem tudnék jobb ajánlatot tenni most sem önöknek, mint hogy kérem, ismét jegyezzék el magukat 4 esztendőre Zsigó Róberttel.